A város kulturális és művészeti életének eseményeivel, érdekességeivel a Pécs TV kulturális híradóját látják. Köszöntöm nézőinket! Író-olvasó találkozó, nemzetközi egyetemi színjátszó fesztivál és egy kis jazz. Amennyiben többre is kíváncsiak, maradjanak velünk! Az ünnepi könyvhét közelettével az olvasás évének programsorozatában író-olvasó találkozó keretében Závada Pál, József Attila és Kródi Gyula díjas író vendégeskedett a Várkonyi Nándor könyvtárban. A beszélgetés központjában természetesen a Jadviga párnája című regény állt, melyet megjelenésének sikere után röviddel meg is filmesítettek. A mozi hol vitát, hol megelégedést váltott ki nézőiből, egy azonban biztos, reflektorfényben tartotta a könyvet, mely mára alig 3 év leforgása alatt a 11. kiadását éli. A beszélgetést dr. Nagy Imre egyetemi tanár vezette, míg Gráf Csilla és Bánki Gábor színművészek a regény egy-egy részletének tolmácsolásával színesítették az estet. Saját vár nélkül, ám annál lelkesebben tevékenykednek az egyetemi színjátszók. A Janus Egyetemi Színház a Pécsi Országos Színházi Találkozó felvezető programjaként Nemzetközi Egyetemi Színjátszó Fesztivált rendez június 8-a és 10-e között. A sajtótájékoztatón Mikuli János és Tóth András Ernő a társulat vezetői bemutatták a részletes programot és a fellépő társulatokat. 9 produkciót hívtak meg, ebből 4 külföldről érkeznek, közülük 2 Erdélyből. A Magma román nyelven, a Maszkura magyar nyelven játszik majd. Macedón, szlovák és egy olyan szegedi művészcsoport színesíti a műsort, akik angol nyelven adnak elő. A Janus Egyetemi Színház szeretne hagyományt teremteni városunkban a nemzetközi egyetemi színjátszásból. Napjainkban az élő, illetve jazz zenét elsősorban kitartással és a zene szeretetével lehet életben tartani. Mi is azt szeretnénk, ha koncertjeinkkel és felvételeinkkel népszerűsíthetnénk ezt a műfajt, vallja Füzi Tibor, a Fúzió Jazz Group vezetője. A Fúzió Jazz Group 12 évvel ezelőtt alakult, ekkor még trió formációban játszottak, majd ezt követően kvartetté bővültek. Időközben énekesnővel is játszottunk, együtt ütőssel is, és fúvós szekció is játszott már a zenekarban. Jelenleg 4 vagyunk a klasszikus felállásban, basszusgitár, dob, szaxofon és gitár. Saját számokat játszunk, ugyanakkor a koncerten majd ismert szerzemény is el fog hangzani, más szerzeménye, és próbálunk egy kis játékot is bevinni a koncertbe, a közönséget is valahogy megmozgatni. A zenekar 2 CD-t készíthetett eddig el, és mindkét CD-n ismert zenészek játszottak velünk együtt. Mindkét CD-n játszott Horváth Kornél ütőhangszeres, aki talán ismert a zenehallgatók táborában, a másik pedig Lantos Zoltán, aki hegedűn játszik, távol Indiában tanult, és visszatérése után velünk együtt egy lemezt vett föl. Tehát igazán ő rájuk vagyunk büszkék, hogy ő velük együtt tudunk játszani, és össze tudtuk hozni ezt a 2 lemezt. A zenekar nevéből is következően fúziós zenét játszunk, tehát a jazz zene és a rock zene hatott ránk, és hát abból próbálunk egy együleget összerakva összehozni egy sajátos stílust. Ugyanakkor a latin zene még, ami nagyon nagy hatással van a zenekarra és az elhangzó zeneszámokra. Meg lehet nevezni előadókat, kiket említenél elsősorban? Hát, hogyha előadókra kell ezt szűkítenem, akkor Ellie Meola, McLaughlin a gitárosok közül, de ugyanakkor a Special Effects vezető zenekart is említhetem, valamint a jelenlegi mainstream jazz zenekarokat is, tehát mindegyik kedvenceink közé tartozik.
hogyan tud egy zenekar 12 évig fennmaradni? Nagyon nagy kitartás szükséges hozzá, és hát az, hogy valójában a zene szeretete valahogy összetartsa az együttest, valójában a koncertek is nem olyan sűrűséggel vannak, mivel nem nagy a tábora ennek a zenei műfajnak, de hát próbáljuk azért a popularitás irányába elvinni, és igényes jazzt a populáris elemekkel vegyítve a közönséget meghódítani. Kedves nézőink, a kulturális híradó végén a figyelőt olvashatják. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra! Pécs TV kulturális tájékoztatója a művészet kedvelőinek.